Egy esztettél, deréglátalak, na mi újság felétek? Levelet hoztam a Betty néninek, a mama küld és csókoltatja a Betty néni. Tessék! Köszönöm. Na, lássuk, mit ír a mama. Kislányom, mi a baj? Miért sírsz? Hát a mama azt mondta, hogy legyek szomorú és sírjak, amikor átadom a levelet, hogy megsajnáljon minket a Betty néni. Kislányom, biztos, hogy ezt mondta a mama? Igen, igen, de tessék gyorsan olvasni azt a levelet, mert nem tudok sokáig bőgni. Kislányom, ne bőgj, nem kell bőgni. Dehogy nem kell, hát az a legfontosabb. Jaj, a Betty néni ezt nem tudhassa. A bőgés a legfontosabb. Azért küldtek engem, mert én jobban tudok bőgni, mint az öcsém. Én úgy tudok bőgni, hogy ez az ember idegeire megy. Hagyja abba tényleg, de tényleg az idegeire mész. Az a jó. A mama azt mondta, hogy én folyton bőgek, míg a Betty néni pénzt nem ad. Hát ez hallatlan. Na, add csak ide a szemüvegemet, ott van a kis asztal. A pénztárcája hol van? Azt ne adjam oda? Nem. Egyelőre csak a szemüvegemet. Tessék. Köszönöm. Hát pedig nekem azt mondták, hogy pénzt fogok kapni. Ne légy már ilyen türelmetlen. Most nem bőgök, hogy ne zavarjam a Betty nénit az olvasásban, mert ez nagyon fontos. Kedves tőlem. Betty néni? Mi van? Igaz, hogy a Betty néni szívén szörnyű? Hát micsoda? A papa azt mondta, hogy a Betty néni borotválkozik, mert akkora bajsza van, mint egy őrmesternek. Pedig a szívét kéne borotválni, mert olyan szőrös. Hát ez hallatlan. Mert még azt is mondták, hogy a Betty néni a fogához veri a garast. Tessék nekem megmutatni, hogy tetszik a fogához verni a garast. Ilyeneket mondanak én róla. Ó, az még semmi. Azt is mondták, hogy a Betty néni vasaltatja az arcán a ráncokat. De hogy tetszik a fejét a vasalódeszkára tenni? Na, nekem megáll az esze. Ne, meg ne álljon a Betty néni esze, amíg el nem tetszett olvasni a levelet. De tudod, hogy mi van ebben a levélben? Hát persze, hogy tudom. A mama és a papa órákig tanácskoztak, hogy mit írjanak a Betty néninek, hogy pénzt küldjön nekünk. A mama azt akarta írni, hogy itt állok kétségbe esve, nem tudok enni adni a gyerekeknek, mert nincs egy falat kenyerünk. De a papa azt mondta, hogy á, ez nem jó, nem ismeritek azt a vén varjút. Hát ez képes átküldeni egy kiló kenyeret. Az apád azt mondta én rólam, hogy én egy vén varjú vagyok. Nem, valami másik madarat mondott. Csak azt elfelejtettem. Keselyű, ezt mondta, vén keselyű. Na hát az még szebb. Igen, azt mondta, ti nem ismeritek azt a vén keselyűt, ennek azt kell mondani, hogy betegség van nálunk, a betegség sokkal jobban hat az ilyen kis csacsira. Micsoda, hogy én egy kis csacsi lennék. Nem. Ezt mondta? Nem, azt mondta, hogy vén marhára. De azt mondta, hogy kedves a Betty nénihez. Ami sok, az sok. Na és ezért írtuk, hogy betegség van nálunk. A mama azt akarta írni, hogy isiásza van, de a papa azt mondta, hogy ez nem jó, nem kell ilyen idegen szavakat írni. A Betty néni úgyse értené meg, mert a Betty néni unintelligens. Én unintelligens? Igen, meg még mondtak egy érdekeset, hogy tilinyós. Tilinyós is? Igen, az még semmi. Azt is mondták, hogy a Betty néninek olyan vastag bőr van az arcán, mint a cipőtart. Igaz, ez megfoghatom? Nem érdekel. Tartsuk meg a másfél méteres. Szóval ti, ezek után azt reméltétek, hogy pénzt kaptok tőle? Nem reméltük. De a mama azt mondta, hogy hát, ha mégis küld pénzt a Betty néni, mostanában úgy megvan neki lágyulva a szíve. Nem, az agya. De a papa azt mondta, hogy hát, ti nem ismeritek azt a... Igen, a papa fogadni akart, hát persze fogadni akart. Azt mondta, hogy úgyse küld a Betty néni egy vasat se, hát ti nem ismeritek azt a vén múmiát. Igen. Vén múmiát? Igen, igen.
igen, de nem mert a papával fogadni senki. Azt mondta, hogy hát, hagyjuk is azt a vén... Tudom! Vén múmia. Nem, fúria. Előbb volt a múmia, aztán a fúria. Igen, hát nehéz ám ezeket a sok bonyolult szavakat megjegyezni, pedig én mindig jó tanuló voltam. Mondjak egy verset! Ne mondjál itt nekem verset! Jé, a Betty nénnek még megvan mind a két lába. A papa azt mondta, hogy a Betty néni már fél lábbal a sírba. Pedig én látom, hogy megvan mind a két fél lába. Ezt mondta az apád! Igen, meg azt is mondta, hogy látom én már karomba aljuk. Jó, igen, ez volt a varjú. Előbb volt a keseim, aztán a varjú, a karomvarjú. Szóval ti, az én halálomra vártok. Nem, azt senki nem mondta. Csak Betty néni azt tessék nekem megmondani, hogy hova tetszik beadni a kulcsot. Milyen kulcsot? Azt, hogy én nem tudom. A papa mindig csak annyit szokott mondani, hogy egyszer csak be fogja adni a kulcsot. Ha ezt én nem a saját fülemmel hallom. Hát el se hiszem! Ó, a fülére jut eszembe. Igaz, hogy Betty nénnek vaj van a füle mögött? Az apád! Még az én múltamat is gyalázza! Nem, a papa mindig nagyon szépen beszél a Betty néni múltjáról. Mindig azt mondja, hogy szép kis múltja van a Betty néninek. Egy vasat sem! Aj, ne, Betty néni, hát tessék bebizonyítani, hogy a Betty néni nem egy smucik disznó. Egy vasat se, érted? Egy vasat se! Nem baj, ha nem ad pénzt a Betty néni, nem baj. A mama azt mondta, nem baj. Jaj, legalább az anyád mellettem áll. Nem baj, azt mondta, vegyél rajta koporsó szöget. Hogyan még csodál? Koporsó szöget. Betty néni, legyen szíves engem leküldeni a boltba koporsó szöget. Én nagyon szívesen veszek a Betty néninek koporsó szöget, mert itt nekem azt mondták, hogy legyek kedves a Betty nénihez. Bármennyire utáljuk is. Nem igaz! Elálljon! Jaj! Pedig a sértéseket még el sem mondtam.